Tehát, hogyha nem lett volna sosem migráció, nem lett volna sosem mozgás, nem lett volna közlekedés a kultúrák között, itt állnánk egy lecsó és egy rendes gulyás nélkül. Tehát ezek annyira láthatatlanul beépülnek a minden kultúrába, a más kultúrából hozott dolgok, hogy képtelenség lenne akár most a magyar kultúrát teljesen lehámozni mindenféle behatás nélkül, és ugyanettől zárjuk el magunkat, így a jövőben nézve azt gondoljuk, hogy hups, gyorsan zárkózunk be egy toronyba, és senkit ne engedjük be, ne legyen mozgás. Ez hihetetlen nagy veszteség. Mert amennyire bennünk van a már meglévő értékek, identitásuk védelme iránti igény, annyira megvan bennünk a hihetetlen tanulás és nyitás és fejlődésre való képesség. És ez nagyon nagyszerű dolog. Épp az érdekes, hogy mondjuk ez a migránsokra vonatkozik, hogy aki új környezetbe megy, benne is ugyanúgy megvan ez a kettő iránya. A fejlődés, az újdonság iránti, növekedés iránti igény és a védelem, bezárkózás iránti igény. És a nagy csapda az, hogy pont amikor stressz ér, amikor nagyobb a bizonytalanság, akkor megnő a védekezés iránti igényünk olyan helyzetekben, amikor a helyzetből való kijövéshez pont az kellene, hogy nagyobbat nyissunk és jobban nézzünk. Tehát ez egy ilyen kicsi csapda helyzet, és valószínűleg ugyanez az igaz azokra is, akik otthon zárkóznak be. Tehát valószínűleg a bajból, vagy a rettenetből való kijövés egyik útja a nyitás lehet másfele, ahelyett, hogy pont a bezárkózást választjuk, azzal együtt, hogy a védelem is fontos.